Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy tényleg az ordidő ellenére, meg minden egyéb körülmény ellenére itt vannak, és tényleg tudunk beszélgetni egyet. Én hadd mutatkozzam, de Üveges Gábor vagyok, ennek a térségnek, a Borsod-Alaú-Üzemtén megyei 4-es számú választókörzetnek a LMP színeiben induló országgyűlési képviselőjelöltje, az Új Kezdet pártnak a választmányi elnöke. Fogunk majd erről is néhány szót beszélni szándékaim szerint, hogy ez a két párt az, aki szövetségben indul most ezen az országgyűlési választáson, és próbáltuk gyakorlatilag azokat az erőket, ami mind a két tömörülésnél megvan, összetolni, hogy tényleg erősítsék egymást, és én úgy ítélem meg, hogy tényleg nagyon sok tekintetben ez a két párt, ez nagyon komolyan kiegészíti egymást, és egy tényleg világos alternatívát képes kínálni ennek a térségnek is, és bízom benne, hogy a jövő Magyarországának is. Ha így előjáróban annyit megengednek, hogy magamról néhány szót mondjak, nem idegen ez a térség tőlem egyáltalán, bár mint Önök számára bizonyára ismerős, hogy ez a választási körzet, ami most Borsod 4-es választási körzet, ez gyakorlatilag teljesen átalakította a korábbi választási körzeteket. A többi Borsod megyei körzet is teljesen át lett szabva a 4-essel együtt. Én Hernád Szent Andrással élek, ami egy Miskolctól egy 35 kilométerre lévő abaúji kis település. És alapvetően ez a klasszikus, a mezőgazdasági jellegű térségnek egyik települése. És alapvetően a választókörzetek átszabásával Borsod megyéből egy közel 40 településsel alkot most egy közel 40 település az abaúji térségből egy választási körzetet. 82 település tartozik Kazincbarcika központtal, Sajószentpéterrel, Edelénnyel és nagyon sok szép kis faluval ehhez a 4-es választási körzethez. És gyakorlatilag ami talán még több mondatokban magamról, és ami mint motiváció és indok, hogy itt állok Önök előtt, és beszélgetünk most országgyűlési választások előtt. Hernád Szent András településen vagyok gyakorlatilag 1990-től. Én Kazincbarcikán születtem 1980-ban, tehát így a kapcsolódás a borsodi régióhoz. Amikor az anyai nagymamám meghalt 1990-ben, akkor döntött úgy a család, hogy elköltözik édesanyám szülőfalujába, Hernád Szent Andrásra. És ezt követően gyakorlatilag ott a felső tagozatot jártam a szomszédos Ináncs településen általános iskolába, ezt követően a Encsi Váci Mihály gimnáziumban érettségiztem. Volt egy fél éves londoni kitérő az életemben, ahol nyelveket tanulhattam. Majd ezt követően politológia szakon diplomáztam a Miskolci Egyetemen. És alapvetően talán hosszú időre soha nem szakadtam el Hernád Szent Andrástól és az abaúji térségtől, unblock új Borsod megyétől. És nagyon hamar úgy motoszkált bennem, hogy merre tovább egyetem után. Tehát a politológia szakon az ember úgy felteszi a kérdést, hogy azt szokták mondani, hogy vagy teljesen másra fog utána foglalkozni, vagy hát ha már politológia szakon van, akkor többé-kevésbé ez egy kicsit ki is jelöli azt a pályát, amin mozogni szeretne, vagy mozogni is fog a későbbiekben. Kifejezetten érdekelt maga a közélet, mint olyan, viszont nem az a típusú közélet, és nem az a típusú politizálás, már akkor sem, ez most 2000-es éveket írjuk, 2000-2001 környéke. Érezni lehetett, hogy már akkor tele volt, ha úgy tetszik, a politika sok-sok művi recepttel, sok-sok olyan elméletszabú megoldással. Sok fontosabb volt, olyannak tűnt nekem viszonylag fiatalként tényleg éppen, akkor nyílt rá talán a szemem arra, hogy mi is vesz minket körül a világra, hogy azt látjuk, hogy húsvér problémák vannak. 90-es években egyre mélyebbre kezdtek kerülni többek között azok a kis települések, ahol én is felnőttem, Hernád Szent András, az a térség, ami egy-két évvel vagy egy-két évtizeddel azelőtt prosperált. Másról volt szó, hogy más volt ott, ha úgy tetszik, a lüktetés, mint akkor, amit tapasztaltunk, és azt láttuk, hogy szinte évről évre süllyednek ezek a kis települések. És ott volt a kérdőjel bennem, hogy ennek mi lehet az oka, mi az oka. És alapvetően az látszott már akkor, hogy nem a körülmények változtak. Tehát azok ugyanúgy ott vannak, mint lehetőség, csak valami nagyon elromlott a szerkezetben, a struktúrában, a körülöttünk lévő jogszabályokban, környezetben. És erre minden negyedik évben jöttek a politikusaink, és úgy, ahogy bízom benne, nem úgy, ahogy mi most, rossz talán a párhuzam, de 4 évenként kiálltak Önök elé, az emberek elé, és elmondták, hogy na miért kell rájuk szavazni, mi a tuti recept, és hosszú listákat írtak arról, hogy próbálják, bocsánat, az emberek torkán lenyúlni azt, hogy mi a megoldás, és hogyan tovább előre.
És ahogy egyre több választást élt meg a rendszerváltás óta a magyar társadalom, én azt látom, hogy egyáltalán nem véletlen az, hogy egyre többen elfordulnak a politikától, egyre nagyobb a közöny Magyarországon, mert azt látják, hogy mintha egy társas játék részei lennének az emberek. Mint hogyha ez az egész történet, ez nem is róluk szólna alapvetően, még ha csurgatnak nekik egy keveset csurrancseppen valami a 4 éves ciklus alatt, vagy éppen a választásra közeledve talán többször látják az aktuális képviselőjüket, mégis ez sokkal inkább szól azokról az emberekről, akik abban korábban a 386 helyre vágytak a parlamentbe, most pedig ugye 199-re megy a nagy tülekedés. És szépen lassan odáig ment minden a magyar társadalomban, és szerintem most már ez a közhangulatnak is a része, hogy ez nem róluk szól. Tehát mintha az emberek eszközök lennének ebben a történetben. És amikor a pályaválasztás fogalmazódott, hogy merre tovább utálnak, akkor kifejezetten az vonzott, hogy az a közeg, ahol elején felnőttek, ott Hernád Szent Tamás, a volt térség, a falvak, hogyan tovább, mi lehet az a kivezető út, amit mi, mint helyi közösség el tudunk indítani? Mi lehet az a plusz hozzáadott érték, irány, amihez mi talán hozzá tudunk járulni, hogy ne arról szóljon a holnap, amiről éppen a ma, hanem egy kicsit talán az jöjjön vissza, az a lüktetés, ami korábban volt. És egyértelműen bevonzott az a közeg, sokkal jobban, mint akár a nagypolitika, ha lehet egyáltalán nagynak nevezni, bár én óvakodnék ettől a kifejezésmódtól, sokkal inkább becsülöm azokat az embereket, akik a betöretlen terepen indulnak el, a járatlan utakat kezdik el bejárni, és elkezdenek ott alkotni, ahol semmi nem történt, vagy nincs semmi már, és a közösség kezd szétesni. És valami miatt ez vonzott be a Hernád Szent Andrási közéletbe, ha lehet így fogalmazni, és a 2002-es önkormányzati választáson lettem alpolgármestere a településnek, még akkor egyetemistaként. Majd egy-két év alatt kiderült ez számomra, hogy ez az az út, amivel szeretném a 24 órámat naponta beletenni. Nagy szavaknak tűnnek ezek valahol, de kifejezetten vonzott az, hogy elkezdeni valami olyat tenni ott a helyi közösségben, a nulláról felépíteni valamit, hogy elkezdjük a jövőt is látni. Ahelyett, hogy nagyon sok kis település a mai nap is csak azt mondja, hogy a nihil felé tart. Tehát, hogy valami olyan fény gyújtani, hogy tartunk valahova. Meggyőződésem szerint a mai napig gyakorlatilag az a legfőbb problémája ennek a térségnek, a kis települési létnek, hogy eltűnt a horizont, eltűntek a célok, eltűnt a funkciója. Önöknek nem kell talán beszélni arról, hogy korábban nemcsak hogy Edelének, de a környező kis településeknek is, édesapám szendrői származású, igaz, Szendrő már pont nem tartozik most a 4-es választókörzethez, de Szendrőlád még igen, tehát ezeknek a településeknek mind-mind megvolt a maga kis funkciója, amiben éppen jó, amiben jobbak voltak az adottságai. Olyan erőforrás tudott adni, emberekben is életet lehetett tervezni azokban a közösségekben, hogy nem a kiürülés volt, nem az elvándorlás volt feltétlenül a fő irány. És alapvetően ebbe az irányba mentünk el mégis az elmúlt évtizedekben. És ez volt nagy kérdője, hogy hogyan lehet valami olyan folyamatot elindítani, hogy tényleg a vidéki térségek azok az életre kezdjenek el újra hasonlítani. Valahogy ott van bennünk magyar emberekben a nagy csodavárás, és folyamatosan abban bízunk, hogy majd történik valami, és akkor hirtelen becsukjuk a szemünket, kinyitjuk, akkor egy másik világban ébredünk föl. Talán egy-egy választástól is néha, ha bevalljuk magunknak, ha nem, várjuk ezt, hogy majd történik valami radikális, és fél éven belül változás van, egy éven belül radikális változás van. Ide talán rossz hírt kell mondani, mert ha valaki felelősen beláll ilyen folyamatokba, azt szokták mondani, hogy sajnos annyi idő újraépíteni valamit, amennyi idő alatt ez szétesett. Viszont ami nekem hiányzik az elmúlt 28 évnek a rendszerváltás óta eltelt időszak politizálásából, hogy ez a fajta következetesség, ez nekem nyomokban nem tapasztalható a politikai elit részéről. Nem lettek kijelölve az elmúlt közel 30 évben minimumok, amin el tudunk utána indulni tovább. Az a közmegegyezésre való szándék sem volt meg, hogy azokat az új alapokat, új körülmények között lepakoljuk magunknak, amit utána senki nem von kétségbe. Utána lehet szó a különbözőségről. Egy problémát különbözőképpen is közelíthetjük, a kezelésről is lehet vitatkozni. Az már szakmai kérdés főként. Az alapokat, ha újra és újra kihúzzuk magunk alól, akkor ugyanoda vagy még mélyebbre zuhanunk vissza, mint ahhoz megelőzően voltunk. És ezt tapasztaltuk abban a közegben is, Hernád Szent Andráson is környékén. És alapvetően, ahogy az elmúlt időszakban teltek az évek, és nagyon sok mindent mi is elkezdtünk ott helyben. És ami miatt most itt állok önök előtt, ez úgymond semmi másért nincs, csak idézőjelben csak azért, hogy alapvetően nagyon sok polgármester társunkkal együtt, akikkel beleálltunk abba, hogy alapvetően itt már tovább, hova tovább hátrálni nincs lehetőség, és nem szabad.
Tehát gyakorlatilag lassan bezárhatjuk azt a kaput, amit önkormányzatnak hívunk, lassan bezárhatjuk azt a kaput, amit kisfalvaknak, vidéknek hívunk, ha ez a folyamat így megy tovább. Tehát azok, amiket tényleg kínkeservel, nagyon sok energiával, nagyon komoly csapatépítéssel, nagyon sok emberi, anyagi és egyéb áldozattal eljutottunk már az úton egy bizonyos pontig, azok a szabályzók, amik minket körülvesznek, abba az irányba hatnak, hogy bizony zárul befelé a kör. Nem riogatás szempontjából, szándékával, de tanulmányokat láttunk kézzelfoghatóan, hogy 2019-ben gyakorlatilag ilyen típusú önkormányzati választásokat Magyarországon már nem akarnak tartani, ha megmarad ez a fajta többség, mint ami most van, és ami most volt az elmúlt időszakban. Szó volt arról, hogy 2000 fő alatt csak előjárók maradnak, nem tisztázták, hogy pontosan milyen jogkörökkel. Tartunk tőle, hogy egy nagy-nagy testületbe, több település alkott a testületbe, egy előjáróként ott ülhetnek ugyanegy egy kis település képviselői, el tudják képzelni, mi az a lobby erő. El tudják képzelni, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve annak a közösségnek milyen érdekérvényesítő képessége van. De most már arról szólnak a hírek, hogy nem 2000 fő ez a határ, hanem 5000 fő. És ez Magyarországon a 3200 településből közel 2500 települést jelent és érint, és ami ettől legfontosabb, hogy itt nem kizárólag az önkormányzatról van szó, nem az ott dolgozókról, a polgármesterekről van szó, ez is rettentően fontos, hanem arról a közösségről, akik ott vannak. Mert hogy azt gondolom belátható, hogy ahol eltűnik a képviselet, eltűnik a lobby, akiknek fontos és talán legfontosabb az a környezet, a család, az otthonhoz tartozó kis helyi közösség, sajátjuknak érzik, tényleg érzelmileg is oda kötődnek, onnantól kezdve gyakorlatilag egy lesznek a sok közül, darab-darab. Senkinek nem lehet annyira fontos a helyi saját közössége, mint aki ott él. És ez adja, és ez adta Magyarországnak a sokszínűségét, értékét, súlyát, a vidéknek a prosperálását a korábbi évtizedekben, évszázadokban is, hogy volt olyan, aki ott mindig újraalkotott valamit, akinek ez fontos volt, aki ott épített jövőt, és alapvetően érzelmileg is kötődött ahhoz a közösséghez. Azt szokták mondani, hogy ha valaki gyökértelenné tesznek, hogy az érzelmek már nem kötik oda, akkor tényleg alapvetően lógni fog a levegőben, és könnyen is újra nyilván a szél, hogyha ezt a hasonlatot hozzuk most magunk elé. És azt láttuk, sok kis települési kolléga, és nagyon sok olyan nagyobb települési vezető, hogy bizony ez a tendencia ez részjósló. És ebbe a folyamatba bele kell állni. És alapvetően ez az, ami miatt az új kezdet nevű párt létrejött, alapvetően 17 márciusában jöttünk napvilágra, de már hosszas hónapok megelőzték az építkezés folyamatát. Főként polgármesterek, közéleti, civil közösségben hosszú évek óta résztvevő szakemberek alkotják a magját ennek a tömörülésnek, ennek a pártnak, ahol azt tűztük zászlóra, hogy kizárólag a valóság lehet a hívószó jövőben. Nem lehet belemenni abba a következő választásba úgy, hogy gyakorlatilag olyan pártok versenyeznek majd az önök kegyeiért, akik tényleg csak, ha úgy tetszik, oda mennek, és ők akarják az önök torkára nyomni, hogy ők mit akarnak, és ugyan fogadják el, ki a népszerű, kinek a programja a népszerűbb, mintha ilyen meldöngetési verseny lenne. Itt húsvér kérdésről, valóságról van szó. Itt nem tankönyvet kell kinyitni és levezetni, hogy mit hogyan kellene csinálni, hanem meg kéne ismerni újra azt, hogy mi is az átlag embernek a problémája, mi a helyi közösségnek a valódi problémája. A legtöbb politikus már teljesen mindegy, melyik oldalról jön, teljesen elszakadt önöktől. Teljesen elszakadt ettől a hétköznapi valóságtól. Én azt tapasztaltam önkormányzati vezetőként, és azt tapasztalom, hogy még egy 6-8 évvel ezelőtt, ha volt egy fórum, volt egy ünnepség, amire eljött a parlamentből egy meghívott vendég, akkor még legalább az első kávészünetig ott volt a megnyitó után. És ott egy-két húsvér kérdés volt, aztán elment bokros teendőire hivatkozva. Nyilván ez egy blöff volt, mert sok esetben lehet, hogy utána alapvetően ment egy cukrászdába meginni egy kávét, csak elég volt abból a közösségből, de legalább az első kávészünetet megvárta. Eljutottunk viszont oda, hogy most már az első kávészünetig sem maradnak. És egyfelől az érdektelenség is emögött ott van, amikor elmondja a beszédét, rögtön lelép a pódiumról és elnézést kérve elmegy. De az is ott van, és ez a legsajnálatosabb talán, hogy a legtöbb politikus már nem nagyon érti a valóságot. Sőt, zavarja és frusztrálja a valóság. Tehát ha egy szünetben már húsvér kérdés jönne, teljesen hétköznapi önök problémáiból kapna egy kérdést, nem tudna rá mit válaszolni. A politikai boszorkány konyhákban gyártják a paneleket, gyártják azokat a magyarázatokat, amit ha kiáll egy kormányszóvivő, kiáll egy parlamenti szóvivő, egy képviselő, akkor a jól betanult válasz az adott ágazati kérdése elmondja, 15-ször is ugyanazt. Mostanában ugye divatos az, hogy egy mondatba hányszor kell belefogalmazni azt a bizonyos nevet, vagy azokat a tendenciákat,
ki van adva a feladatként. Mi ez, ha nem egy működő világ? És az különböztet meg minket talán, és merjük ezt hinni ettől a művilágtól, hogy nekünk minden egyes nap hétköznapi valóság, polgármesterként. Tehát én nem építhetek föl hosszú évekre stratégiákat, hogy majd 5 év múlva ez meg ez fog történni. Ha most jön egy konkrét kérdés, akkor nekem konkrét választ kell arra adni. Akkor is, ha ez úgy hangzik, hogy most nem tudom, de azonnal a megoldás irányába kell a problémát eltolni. Nem lehet mellé beszélni. És valahol talán ez edzett meg bennünket polgármesterként, a nagyon sok negatív tulajdonságunk ellenére, mert bizonyára sok van abból is, de az, hogy a terepismeret megvan, az, hogy a valóságon állunk két lábban, ez viszont elvitathatatlan. És azt látjuk, azt éreztük sokan, akik létrehoztuk, és azt éreztük, hogy meg kell alakítanunk az Új Kezdet nevű szövetséget. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kifejező névadás is, mert tényleg egy Új Kezdetre van szüksége Magyarországon. Egy olyan új alapra van szükség, ahol nem a korábbi balos-jobbos törésvonal mentén határozzuk meg magunkat, mert azt gondolom, hogy nagyon vegyesek és mind a két oldalon találhatóak nagyon komoly értékek, amik részeivé váltak és válnak az életünknek. Egészen új típusú megközelítésekre van, és beszédmódra és stílusra van szükség egymás között, új alapokat kell letenni. Ha úgy tetszik, a rendszerváltásnak az értékeihez kell újra visszatérni, ahogy szoktuk mondani több ízben mostanában, új korszakot kell tényleg Magyarországon nyitni. Itt most már nem az a kérdés, hogy most a Fidesz, az MSZP, a Jobbik kap adott esetben többet, az LMP éppen mennyit fog, nem ez a kérdés. Meg tudjuk-e haladni azt a politikai stílust, ami most fogja, aminek fogjává vált Magyarország? Mi zajlik most a választásra fordulva, azt tapasztaljuk folyamatosan, hogy fontosabb a szék osztogatás, és ezek a háttér alkuk nyilvánosság előtt való tárgyalása nagyon sok politikai erőnek, mint hogy beszélne az üzeneteiről. Beszélne azokról a húsvér napi kérdésekről, amiről egyébként, amit nekik a hétköznapokban egyébként tenniük is kell. Nem a saját egyéni öncélú meccseikért választjuk őket, én úgy gondolom, hanem azért, hogy ők 199-en azért dolgozzanak, hogy gyakorlatilag ezek a térségei az országnak egy település nem lehet kivételemben, máshogy élje meg és pozitívabban élje meg a holnapot, mint a mai napot. Érezzék ezt, ne egy nyűg legyen az ember és ne egy nyűg legyen a társadalom a politikus nyakán, ahogy nagyon sok esetben a színfalak mögött egyébként ne legyen illúziójuk, mondják. Már megint macera, hogy már megint csak az észrevétel, már megint csak a panasz a végekről. Nagyon sokan ezt így rázzák le magukról. És akkor utána egy zárt ajtó mögül kijönnek önök elé, mosolyognak szépen, és hát én önökért vagyok. Rögtön ez jön, ez a panel jön. Ez egy hazug világ ilyen szempontból. És úgy alakítottuk meg ezt a formációt, és úgy kezdtük el a szövetségi tárgyalást az LMP-vel, akiben egy nagyon korrekt együttműködő partnere találtunk, akikben láttuk azt Gémesi kollégával együtt, aki a rendszerváltás óta Gödöllőt vezeti, az egyik legnagyobb önkormányzati szövetségnek a vezetője, az Új Kezdet pártnak az elnöke, és elnézést az elején nem mutattam be, és neki is át fogom adni a szót a későbbiekben, hogy gyakorlatilag ebbe úgy kell beleállni ebbe az egész munkába, hogy ezt a hazug világot haladjuk meg. Nem mehet így tovább, így gyakorlatilag tényleg eltűnik a térképről Magyarország egy része. Nagyon erős talán a fogalmazás, én számomra néha már úgy jelenik meg a magyar hétköznapi valóság most, mintha egy belső Trianonnak a időszakát élnék. Ezt nagyon sokszor hallhatják majd még tőlem a későbbiekben, szerintem ez egy nagyon kifejező megjegyzés és megnyilvánulás. Ugyanakkor nagyon húsba vágó és sajnálatos. Az ország keleti és nyugati része között egyre nagyobb a szakadék. A falvaink és városaink között egyre nagyobb a szakadék, amit tapasztalunk. Ebből a térségből is az emberek, a fiataljaink gyakorlatilag elképesztő sebességgel mennek el. Aki marad, az azért marad, mert vagy kötődik nagyon a szülőhelyéhez, vagy azért, mert gyakorlatilag nincs más választása. És döbbenetes ezt látni, hogy gyakorlatilag már nem azt tartja itt az embert, hogy itt is látja hosszú távon a jövőjét. És nem a kiegyenlítésen dolgozik az ország vezetése, hanem ezek a különbségek csak nőnek. És mellette zajlik egy nagy propaganda, és zajlik a kommunikáció, ha úgy tetszik, hogy nem, egyébként ez egy csodavilág, és mennyi minden áramlik ide, és egyébként önöknek is azt mondják folyamatosan, hogy nem úgy érzik önök magukat, ahogy egyébként érzik, majd mi megmondjuk innen, hogy önök hogyan érzik magukat. Kicsit azt gondolom, hogy fordítani kell ezen. Mint hogy fordítani kell ezeken a sorrendeken a képviselet szónak a hallatán is. Ha csak belegondolnak abba, most Magyarország odáig jutott, és ezt kell, hogy meghaladjuk közösen, hogy a képviseletnek most már azt tartják, hogy van az adott pártnak a képviselője, akár ennek a térségnek a képviselője is, és ő mit csinál? Nem az önök baját, gondját viszi föl és próbál segíteni a megoldásban, valamikor nyilván segít és tud segíteni, a legtöbb esetben egy párt akaratot hajt végre önökön.
Vagy azt a központi véleményt próbálja önöknek elmondani, lenyomni a torkát, ha tetszik, ha nem. Tehát egyfajta végrehajtásba ment át. Egy nagyon nagy torzuláson ment át Magyarország, és ez oldaltól sajnos független ez a fajta reflex. Egy képviselőnek kutya kötelessége a szó eredeti tartalma az visszatérni, hogy önöket és ezt a térséget, az adott közösséget képviselje. Akkor is, ha az neki a pártjával szemben akár egy kemény meccs lesz, mert lehet, hogy más a hivatalos álláspont. De akiket, azt a közösséget, akit ő képvisel, neki kutya kötelessége, mert őt küldték oda az a közösség, hogy elsősorban érte tegyen. Akkor is, ha ez konfrontatív, akkor is, hogyha ez nagyon komoly meccseket igényel. Mert akkor tudunk egyről a kettőre jutni. És ebben is mindenképpen egy új szint kell, hogy hozzon a palettára az új kezdet és az LMP-nek a szövetségre. És mi leszünk az elsők, és ezt itt mondom, hogy addig szabad nekünk ezen az úton menni, amíg erre képesek vagyunk. És az első kritika, amikor az arra irányul, hogy már egy kicsit hagyjuk el mi is ezt a mezsgét, vagy nem így viselkednénk, vagy önök nem azt érzik, hogy, akkor azon nyomban azt gondolom, hogy rezonálnunk kell erre a korrekcióra. Oda kell figyelni arra, hogy ide térjünk vissza újra és újra, mert nekünk ez a dolgunk, ez a kutya kötelesség. A politika szitokszóvá vált Magyarországon. Tehát korábban a politika az tényleg egy akkora hang volt, egy helyi közösségnek a minőségű képviselete. Ez egy nagyon komoly hivatás volt és szakma volt, és tényleg rangja volt ennek. És most tényleg a lábtörlő közelébe ment. Döbbenetes látni ezeket a folyamatokat, és csodálkozunk azon, hogy Magyarország ügyeinek az intézése az ilyen csillány minőségben halad előre. Most is, hogy közeledünk a választások felé, és tényleg csak felvillantás, én nem vagyok híve a negatív reklámnak és a negatív kampánynak. Nagyon sok negatív boom vesz minket körül sajnos, és beszélni is kell róla. De sokkal többet kell az alternatíváról kifelé vezető útról beszélni. De nekem farizeusi az a történet, amikor most már látva a kezdeti szóróanyagokat is, és ami még előttünk van 5-6-7, akkor ne legyen illúziónk, ez önökre fog árasztódni, és önökre fog dőlni. Még csak néhány hónappal ezelőtt óriás plakátok százai, ezrei, tízezrei hirdették önöknek, hogy állítsuk meg Brüsszelt, és ilyen meg van olyan az Európai Unió. Tele van hibával, tele van válságjelenséggel, ez az érem egyik oldala. Az állami, a vezetőknek, a kormányoknak dolgozni kell azon, hogy minél hatékonyabb legyen, és kiküszöböljék a hibákat. De szittuk, és ebből sportot csináltunk, belpolitikai sportot csinált az aktuális kormányzat, hogy szidjuk Brüsszelt, és eltelik néhány hónap, nyilván lekerülnek ezek a plakátok, és tessenek elolvasni most az új plakátokat, majd választások előtt, a szóróanyagokat. Átadtuk a művelődési házat, felújítottuk a bölcsödét, felújítottuk az óvodát. Beruházás. Amik nagyon jók. Kell. Így is még több kell Magyarországon. Mert nagyon sok lemaradás van, pláne a vidéki térségekben. Kérdezzék meg azt is akkor, hogy ennek hány százaléka az uniós forrás? 95 és 100 között van. 95 és 100 százalék között uniós forrásból valósulnak meg azok a fejlesztések, amik ezek a szórólapon szerepelnek. Akkor felteszem tényleg a költői kérdést, hogy ami a szórólapon, illetve a plakátokon, hogy állítsuk meg össze, eltelik tényleg szűk egy év, még egy év sem, most pedig azzal kampányolunk, hogy alapvetően az ő pénzükből akarunk mi újra az önök kegyeiért versenyezni. Kicsit nekem visszás. És nagyon sok ilyen visszás kérdés van Magyarországon, hogy ha épp úgy van valakinek kedve, akkor cid, ha épp úgy van kedve és politikai haszna, akkor pedig éppen istenít és éppen támogat. Ez nem a felelősségnek a mezsgyéje. Ez játék önökkel, játék a társadalommal. És nem mehetünk ezen az úton tovább. Rettentően fontos, hogy mindent meg tudjunk becsülni, mindent úgy tudjunk néven nevezni, ami éppen, és felelősen álljunk ahhoz a feladathoz, amit bizalomból kaptunk meg. És nem szabad ilyen kérdést belpolitikai tényezővé tenni. Nagyon tabuként van kezelve sokszor, és nem is nagyon lehet már kiejteni, ugye, mert a migráns kérdés is vagy fekete, vagy fehér. Nincsenek rá egyenes válaszok, kerülik, ahol csak lehet. Ez is belpolitikai játszmává lett sajnos téve, ami egy európai vagy világméretű krízis egyébként. Mert krízis, nagyon súlyos kérdés, nem is szabad ezt elvitatni. Beszélni kell róla. De az érem egyik oldala, a fizikai vétvonal, aminek a megléte, az egy szükségszerű dolog. Az, hogy valaki ezt le fogja bontani, most ugye ez az újabb plakát hullám, ahogy bármerre utaznak, hogy mindenki szét fogja bontani, csak a Fidesz nem. Jelentem, magunk nevében is mondom, szó nincs kerítésbontásról. És sőt, én azt gondolom, hogy ennek így, ahogy van, helyén kell maradni, sőt, a határőrizetet, határrendészetet erősíteni kell. Ez egy kulcskérdés, elsődleges védelmi vonal. De hogy ebből az egyébként nagyon fontos húsba vágó migráns kérdésből a mostani kormányzat belpolitikai játszmát csinál, ez több, mint felelőtlenség. Ez sokkal súlyosabb szavakkal lehetne illetni.
Mert ha valóban szeretnénk erre egy megoldást, akkor amellett, hogy egy fizikai védvonalat létesítünk, kutya kötelessége a mindenkori kormányzatnak, hogy olyan diplomáciai kapcsolatokat építsen ki, olyan külpolitikát folytasson, hogy törekedjen arra, hogy a még néha totyogó európai országoknak a vezetőivel, a hibát hibára halmozó vezetőkkel is üljenek tárgyalóasztalhoz, és találják meg hosszú távra azokat a válaszokat erre a nagyon komoly krízisre, ahol tényleg együttműködésen alapuló válasz képzelhető el. Csak ne legyen illúzió, Magyarország ezt a kérdést önállóan nem fogja tudni kezelni. Ez egy gyakorlatilag összeurópai megoldást, sőt akár világméretű megoldásért kiállt ez a súlyos probléma. És nem szabad ebből politikai játszmákat kovácsolni, tőkét kovácsolni. Ugye a számok röpködnek önök felé egyébként, hogy gyakorlatilag mi az a kvóta, amit az ő elmondásuk szerint ránk kényszeríteni az Európai Unió. Sokszorosát fogadták be már magyar kormányzat részéről annak a kvóta szerinti létszámnak, amit egyébként lehet jónak tartani, rossznak tartani, megint csak sokszorosan. Sőt, ami ettől rosszabb, hogy ebből bizniszt csináltak. Ebből üzletet csináltak. Azt beengedtük, aki fizetett, többet beengedtek, mint a kvóta lett volna, mert az csúran cseppent, és a korrupciót még tovább kizlalta Magyarországon, és még egy nagyon fontos megjegyzés, ez az igazi biztonsági kockázat, akik így jöttek be Magyarországra, nem beszélve arról, hogy annak a kvóta alapján befogadandó létszámnak és a rá költendő forrás mennyiségnek több mint 10-szeresét költötte a magyar állam, a magyar kormány a gyűlölet kampányra. Ha ezeket nézzük, akkor azt gondolom, ez messze van a felelősségtől. Egy kritikus kérdés, egy súlyos kérdés, válaszért kiáll, de ebben ez megint az a nemzeti minimum, ahol nem lehetne belpolitikai játszmává tenni, megoldások kellenek. Felelősen leültetve a parlamenti pártokat, és egyrészt első körben meghatározni azt, hogy ez nem lehet a pártpolitika napi csatározásának témája, mert káros, rettentő káros, és távolabbtól minket a megoldásoktól. Az az elszigetelődés, amit a magyar kormány folytat külpolitikával is, elvágjuk a természetes szövetségeseinktől magunkat, ez is egy rettentő nagy felelőtlenség. Hogy várjuk el, hogy utána azok az országok, vagy azon országok vezetői majd velünk tárgyaljanak, és jó indulattal álljanak hozzá, vagy esetleg egy magyar ötlethez? Én azt gondolom, sehogy. Tehát itt van a nagyon súlyos kérdés, hogy amit ma politikának hívunk, az tényleg egy citokszó. Volt időszaka a magyar politikának, a magyar közéletnek, amikor voltak még államférfiak. Voltak még olyan politikusok, olyan karakterek a közéletben, akikre példaként lehetett nézni. Tudott mérlegelni, tudott felelősen dönteni, ha kiállt az emberek elé, akkor súlya volt a szavának. Nem csak ahogy elmondja, hanem amit elmondott. Az életével tudott példát mutatni, következetes volt a cselekedeteiben, és olyan értékeket képviselt, amik már eltűntek most Magyarországon. A Fidesz maga mondta ki, hogy alapvetően ez egy politikai termék volt, amit ők létrehoztak annak idején. A polgári Magyarország, amiről ugye épített sok minden, egy politikai termék volt. És súgva is lett dobva. Most nem érték alapon áll ez a történet, hanem haszon leső alapon. Mikor mi a célszerű? A hátsó boszorkány konyhákban művelik azt, hogy gyakorlatilag mi most a hatásos lépés, hogy az a fajta százalék megmaradjon éppen ami. Sőt, most azon dolgoznak, hogy április 8-án minél kevesebben menjenek el választani, minél nagyobb legyen a csalódottság, az apátia az emberekben, minél többen mondják azt, hogy itt már nem érdemes, sőt nem is érdekel minket. Pontosan erre várnak alapvetően, mert az a törzsszavazói közösség, aki még most a Fidesz támogatja, ő több mint valószínű, többé-kevésbé el fognak menni. Ha egy 50%-a megy az embereknek választani április 8-án, akkor ez bizony kétharmad fölötti állapot is lehet. Bár jelzem, nagyon sok minden meglepetés van a levegőben. A közvélemény kutatásokat én nagyon biztatom önöket, hogy osszák el sokkal, vagy ne nagyon vegyék alapul. És nem azért, mert itt kibicnek semmi nem drága mondani, mondhatom én gyakorlatilag, hogy most valaki éppen, aki nem volt a magyar parlamentben, ezeket részletezi önöknek, mert biztos így kívánja az érdeke, hogy ebből akar tőkét kovácsolni, gondolhatnánk ezt is. Egész egyszerűen azt látjuk a közvélemény kutatásoknál, hogy mindegyik valamelyik párt mögül kutatja a közvéleményt, mindegyik valami előzetes megrendelés alapján adja a számait, de ami ettől még az a néhány szakmai alapon szerveződő közvélemény kutatásnak is a hátterében, lássuk azt a folyamatot, hogy még korábban minden harmadik ember válaszolt a kérdező által feltett kérdésre, most kapaszkodjanak meg, minden 12. válaszol rá. Óriási a hallgatás, óriási a csend, óriási a félelem Magyarországon, és ebből a minden 12. válaszból csinálnak valamilyen mérést, hogy azt felszorozzák annyival, és kijön valami. Óriási a hiba százalék.
És erre mondják azt, hogy igen, hamu alatt lapul a Balázs, és igen, nagyon nagy meglepetés is lehet. Itt demokrácia van Magyarországon. Ha mindenki, aki azt gondolja, hogy rossz irányba mennek a folyamatai, elmegy április 8-án, és dönt lelkiismerete szerint. Mondhatnám, és lehet, hogy most ez furcsán hangzik, én nem azt mondom most, hogy minden áron az LMP új kezdett szövetségre szavazzanak. Ezt szeretnénk egyébként. De akinek a mostani irány nem tetszik, annyit tegyen meg, hogy elmegy, és a legjobb belátása, és akit a leghitelesebb jelöltnek tart, a leghitelesebb karakternek, a leghitelesebb programnak tartja, amiért le van téve az asztalra, oda húzza az X-et, és arra szavazzon. Arra a személyre, és arra a pártra. És ami nagyon fontos, hogy az alternatívára szavazzon. Nekem a székosztogatás, meg ez a fajta logika, ez nem alternatíva. A konkrét húsvér üzenetek ágazati kérdésekben, a hogyan továbbot illetően, az alternatíva. Viszont nem kérdés, hogy ott kell legyünk, és el kell, hogy menjünk április 8-án. Rettentően fontos. És még egy dolog talán, ami a mostani kormányzásnak a zsákutcáját mutatja számomra. Nem olyan régen a kormány szóvivő egyik hétvégi interjújában, nem tudom hányan látták ezt, amikor megkérdezte az újságíró tőle, hogy a Fidesznek mi a választási programja, annyit mondott, hogy a Fidesznek nincs választási programja. A Fidesz azt és úgy szeretné csinálni a jövőben, ahogy az elmúlt években, és amit az elmúlt években csinált. Innentől kezdve, hogyha ezt a fajta világot, ezt a fajta berendezkedést, a vidéknek az elsorvasztását, a falvaknak az árujelbeterését, az önkormányzatiságnak most már a kijelölt, nevesített 2019-es végdátumát szeretnénk erősíteni, hogy nyilván ez egy folytatás, akkor hadd menjen. Ha azt a gyűlölet kampányt, azt a hatásvadász gyűlölet hullámot, ahol tényleg embert embernek ugrasztott az elmúlt egy-két év, ha ezt szeretnénk folytatódni látni, akkor azt gondolom, hogy akkor legyen és folytassák és szavazzanak oda. Ha azt nevezzük kereszténységnek, egy keresztény értékrendnek, amit ők folytatnak, hogy tényleg, aki másként gondolkodik, azt likvidálni kell. Ha ezt nevezzük demokrata hozzáállásnak, ez nagyon-nagyon messze áll ettől a fajta értékrendtől. És ezeket kell mérlegelni az embernek. Nem a politikai szólamokat, nem azt, hogy már megszoktuk és legyen ő. Hitelese, amit mond. Csak szintén egy panel szöveg fel van írva azon a szórólapon, ami egyébként jól hangzik. Hitelese, vagy nem. Hagyjuk-e magunkat rászedni sokat szor, vagy ennek, vagy annak, vagy megnézzük végre, aki emögött van. Vagy hiszünk annak a megérzésünknek, hogy ha meglátjuk azt a karaktert, hogy mi sugárzik a szeméből. Tudom, hogy mindenki mindenkit átverhet. De nagy kérdés a hitelesség, eltűnt a színről. És talán merjük azt hinni, hogy polgármesterként, amikor tényleg beleálltunk ebbe a fajta építkezésbe, egy ügyért, egy olyan feladatot felvállalva, ami nem egy életbiztosítás ma Magyarországon, amikor látjuk tényleg, hogy a másként gondolkodókra minimum a pénzcsapok elzárása vár, de sok esetben az egyéb típusú elzárás is ott lebeg, aki másként gondolkodik és más mond. Mi abban a folyamatban álltunk bele, hogy alternatívát tudjuk mutatni, és talán a elmúlt 12 év, 16 év, 24 év, ha közel 30 év munkája adhat egy hitelességet kifelé, hogy abban a közösségben valaki már bizonyított. Nem egy éve van ott, mert akkor nyilván messziről jött ember bármit mondhat, hanem van egy közösség mögötte, aki bizonyítani tudja azt, hogy az a vezető hosszú évek alatt tényleg érte dolgozott nagy valószínűséggel, hitelesen és úgy akar dolgozni egy nagyobb közösségért is, egy nagyobb célért is. És olyan képviselője akar lenni annak a térségnek és közösségnek, ami a valódi képviselet, mint olyan. És ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk elhinni. És még talán egy nagyon markáns dolog, az utóbbi időben nem tudom ki milyen foglalkozású munkahelyről jön, de mindenki tapasztalhatja azt, hogy szakmai kérdések, ágazati kérdések, az utóbbi időben kizárólag politikai síkon dőltek el. A politika odáig ment, és ilyen talán még a 60-as, 70-es években sem volt ennyire, hogy kőkemény szakmai kérdéseket politikai alapon döntünk el. A szakemberek kikerültek, ha csak a vidékfejlesztést nézzük, itt vagyunk, Edelény, sok apró falu a térségben, leszakadó térség, úgy, ahogy az abaúi térség is a miénk. Ugyanúgy leszakadó térség. Azok a jó vidékfejlesztési szakemberek, akik Magyarországon a 90-es években, 2000-es évek elején letettek nagyon komoly nemzetközi színvonallal, mércével is mérve egy nagyon színvonalas tanulmánytervet és stratégiát az asztalra, ezek a szakemberek már sehol nincsenek. Vagy önként menekültek el a rendszerből, vagy kirúgták őket, vagy azt mondták, hogy jobb lenne talán másnak átadni a helyet.
eltűntek ezek az emberek, de ott vannak. Ők is ott vannak, az anyagaik is ott vannak. És jöttek helyükre a politikai funkcionáriusok, akik politikai alapon elmondják, hogy mit és hogyan. És csodálkozunk, hogy nem működik. De nincs appelláta. A szakma torkán is le vannak nyomva a politikai döntések. Beszélhetünk oktatásról, beszélhetünk az egészségügy helyzetéről. Olyan érdekes ez, érdekes, rossz szó. Tehát az ember, ha visszagondol az elmúlt választásokra, nincs szerintem olyan szóróanyag, ami nincs rajta az egészségügy, mint téma, ami nincs rajta az oktatás, mint téma, ami nincs rajta a nyugdíjasoknak a kérdése, mint téma. Egytől egyig az elmúlt ciklusokban ott van a szóróanyagokon, mint feszítő probléma, mint talán legfontosabb, legégető probléma. És noha történtek jó intézkedések egyes ágazati kérdésekben, de maga a rendszer az lejjebb van, mint eddig bármikor. Amikor sok esetben a kórházakban meghalni járnak be sajnos már az emberek. És nem az alapproblémájukba halnak bele, hanem adott esetben szinte kórházi fertőzésben. Ez nonsens. Ez nem egy 21. századi egészségügy. Az oktatás úgy szintén romokban. Úgy szintén romokban. Presztízs kérdést csinálnak ügyekből. Szakmaiatlan döntések születnek. Versenyképtelen lesz sok esetben. A legjobb pedagógus és a pedagógus legjobb tudása ellenére az, amit nekik végig kell vinni egy tanév alatt, és ahogy is, amit tanítani kell. Tele vagyunk válságjelenséggel. És mondom, közel 30 év után ezek ugyanúgy ott vannak most a szóranyagon, mint megoldandó kérdéskör. Egy olyan típusú Magyarországot szeretnénk, ahol bizonyos kérdésekről ne 50 év múlva is ugyanolyan mélységekben kelljen beszélni, mert azt gondolom, azzal az alkalmatlanságát húzzuk alá az előttünk lévő időszaknak. Pontosan azért szeretnénk beleállni ebbe a munkába, hogy a szakemberek vegyék át a szakmának az irányítását. A politikának az a dolga, hogy megfogadja az ő tanácsukat, azokat integrálja, becsatornázza a véleményeket, amit lát a térségekben, ágazatokban, képviseli azt markánsan és úgy hozza felelősen a döntéseit. Együtt a szakmával, együtt a civilekkel, együtt a gazdaságot működtető kis és közepes vállalkozásokkal, ezekre építve ezt a térséget is, és Magyarországot is. Úgy próbálni megreformálni a pénzügyi területet, adópolitikát, támogatási rendszert, hogy az egyszerű embertől ahhoz, aki húzza az igát vállalkozóként, egytől egyig azt érezze, hogy az ő munkája meg van becsülve, anyagilag is, segítve van, az innovációja, kreativitása, amit vállalkozó, segítve van, ösztönözve van, szüksége van rá az országnak. Nem az, hogy egyre versenyképtelenebbé tesszük ezt a fajta vonalat, és ezeket az embereket, és hagyjuk őket leszakadni még mélyebb nyomorba. Ez a feladata a mindenkori államnak és a következő időszak kormányzásának. Ezek húsvér kérdések. Valami azonnal intézkedést kíván, valami pedig hosszú évekre meghatározott stratégiát kíván, amilyen útról nem szabad letérnünk a jövőbe. Mi erre szövetkeztünk, és ezért vágtunk ebbe a feladatba bele, és egy kicsit hozzuk magunkkal talán az új kezdetre, ez talán a leginkább jellemző a politikai térképen most, kistelepülési polgármesterként, nagyobb település polgármestereiként, hogy nem nagyon ismerünk lehetetlen helyzetet. Az elmúlt esztendők nagyon komolyan megedzettek bennünket. Voltunk nagyon lent, voltak sikereik is, de egy folyamatos küzdésben voltunk benne. És nem az a magyaros, az a picit talán, ezt beláthatjuk, magyaros attitűddel próbáltunk és próbálunk a mindennapokban szakítani, úgyse fog sikerülni. Ugye? Mennyiszer halljuk ezt a saját magánéletünkben is, hogy úgyse, nem lehet. Ez képtelenség. Most a választás előtt is. Nagyon sok mindenre azt mondják, hogy úgyse lesz ennek. Én azt gondolom, hogy bele kell állni ebbe, és első között hinni kell abban, hogy lehet ez másképp. Ez mindannyiunkon múlik. Mindannyiunkon múlik. Én merem azt hinni, hogy Magyarország megérett arra, hogy más típusú politikai vezetésre és berendezkedésre legyen. Egy biztos, hogy mi úgy álltunk ehhez a munkához, hogy ezt a feladatot feladatnak tekintjük, és meg szeretnénk oldani. És ebben nincs alkú. Nincs alkú, nincs székosztogatás, ebben az van, hogy a feladatot kell minél hatékonyabban megoldani. És üzeneteket kell, alternatívát kell tudnunk mutatni. És eközben végig ezen az úton hitelesnek kell tudni maradni. Így álltunk bele ebbe a folyamatba, és én arra szeretném önöket kérni, hogy ha olyan észrevételeik vannak, amivel segítik ezt az építkezést, és érdemes megfontolni, akár amit mi mondunk azon változtatás szándékával, ha kritikát látnak, hogy mit kellene máshogy, nyitottak a füleink, és szeretném, ha az is tudna maradni a jövőben. Szeretnénk tényleg nem egy hatásvadász szólom el részemről, önökkel együtt és a társadalommal együtt építeni ezeket a programokat, korrigálni azokat, amit lehet, hogy mi rosszul láttunk. Be tudjanak ezek épülni a mindennapok munkájába. De mindenképpen azt szeretnénk, és ehhez szeretnénk hozzásegíteni, ebbe szeretnénk, ha úgy tetszik, egy kicsit felnyitni sokaknak a szemét, vagy visszaadni talán a hitet, hogy április 8-án is lehet egy nagyobb markáns változást elérni. Elindulhat Magyarország egy más típusú úton.
De ehhez mindannyiunkra szükség van. Ez kevés az, hogy kiállnak a politikusok vagy politikus jelöltek, elmondják, hogy ők hogyan látják a dolgokat, még lehet őket hitelesnek is tartani, de ez egy közös mozgás. Önökre is szükség van, a társadalom egészére szükség van, hogy milyen Magyarországra ébredünk azt követően. Ami megint nem lesz fákjás menet. Nagyon sok minden nagyon mélyen van, de el kell indulnunk egy úton. És én merem azt hinni, hogy ha arról a bérszínvonalról, arról a légkörről álmodunk, ami talán tőlük nyugatabbra van Európában, akkor ezért nagyon sokat kell dolgoznunk. De abba az irányba kell mennünk, és nagyon sok minden erre mondják azt, hogy fejben dől el. És ebben az irányba kell akkor a felfogásunkat is alakítani. Olyanokkal kell együtt menni tovább, olyanoknak kell bizalmat adni, akiket hitelesnek tudunk elfogadni, akikben ez benne van. Akik már többszörösen bizonyították, hogy újra és újra ez csak termelik a problémát, újra és újra a régi reflexekkel dolgoznak, de azt gondolom, hogy bőven volt bizonyítási idő. Mondani mindent lehet, de a valódi munka az nem most zajlik. Bármennyire is kemény a kampányidőszak, ahogy szokták mondani, nem kell a politikusokat sajnálni. De az igazi munka az nem a kampányig tart és a választások után. És talán ezt húzzuk alá nagyon sokszor. Az igazi mérce, az igazi munka az az a 4 év, ami azt követően van. És lehet utána, bocsánat, abban a 2 hónapban, 1 hónapban, néhány hétben bármit mondani önöknek. Nézzék meg, hogy mi a bizonyíték és mi van mögöttük. Mi az a tapasztalat, mi az, amit ők mutattak az elmúlt 4 esztendőben? Ez a megmérettélés így ahol találtattál, azt gondolom. És ehhez kívánok önöknek bölcsességet, hogy lássák meg, hogy ki az, aki hitelesen mondja, amit mond, hitelesen tényleg önökért akar, vagy önöket csak eszköznek akar használni, és úgy akar ő maga előrébb jutni. Ennek a fajta Magyarországnak szerintem vége van, és vége kell, hogy legyen. És azt szokták mondani, hogy, és én is ezt mondom önöknek, hogy tényleg a múlt szeretné azt, hogy önök otthon maradjanak április 8-ra. A jövő az azt szeretné, hogy elmenjenek és részesei legyenek ennek a folyamatnak. Én ennyit szerettem volna összefoglalás szintjén, és szeretném átadni néhány gondolat erejéig Gémesi kollégának a szót, és ezt követően nyissuk ki egy kicsit a terepet, és nagyon szívesen várunk észrevételt, hozzászólást, kérdést a későbbiekben. Előadást, és akkor én nem lennék ilyen hosszú, hiszen nagyon sok mindent elmondott, csak néhány dologra fókuszálnék. Egyrészt ugye van egy kiváló jelöltünk, ő az Új Kezdet választmányának az elnöke, polgármester elmondta, hogy gyakorlatilag milyen előélettel rendelkezik. Én megkerestem őt, lassan most már talán 2-3 éve, és megkérdeztem, amikor ez a gondolat fölmerült, hogy egy új politikai erőt, egy jobboldali alternatívát építgetünk, akkor ebben partner lenne, azt mondta igen, hiszen ennek az egésznek a koncepciója az alulról felfelé való kezdeményezés, azt, hogy a lokális dolgokat vigyük bele a politikába, hiszen azt tudja frissíteni, erősíteni, megváltoztatni ezt, az az erő, ami ott helyben Gáborban is, és mindenki másban, aki új kezdetes leledzik. És ezzel indultunk el, és ő erre igen mondott, és azóta dolgozunk ezen a programon. Köszöntöm két másik képviselő jelöltjét az Új Kezdetnek, Ambrus Gyöngyi polgármester asszony, Kis-Tokaj polgármesterét, aki itt van közöttünk. Csak megvannak már az aláírásai, csak úgy mondom, tehát ő most már nem csak jelölt, hanem jelölt is, csak még nem hivatalos, már le kell adni, meg még egy picivel többet is szeretne gyűjteni, meg segíteni másoknak. És Kolesár Istvánt, aki az Ózdi körzetnek a jelöltje. Ugyan még nem polgármester, de azt nem jelenti azt, hogy nem lehet majd polgármester a későbbiek során, és nem foglalkozhat lokális politikával. Ő is beszállt ebbe a folyamatba, és itt Borsod megyében ebből látszik is, hogy még egy negyedik jelöltünk is van, ő Köteles László Komloska polgármester, ő holnap fog majd egyébként fórumot tartani, amit egyébként az Új Kezdet Facebook oldalán közvetítünk is, mint ahogy ezt is egyébként. Tehát igen, vidéken, településeken, kis településeken vagyunk ott, és ezzel tudtuk az együttműködésünket, az LMP-val együttműködésünket bevinni portfólióként ezt az energiát, hiszen neki parlamenti frakciójuk van, 9 éves volt most a párt, tehát régebb óta vannak benne a politikában, és ennek az együttműködésnek a keretein belül igyekszünk valamilyen formában egy olyan erőteret létrehozni, ami versenyképesen tud beszállni a mostani politikai küzdelemben. Nem könnyű, ma itt egyébként szabadságon vagyok, csak hogyha az Új Kezdet Facebook oldalán megkérdeznék, hogy Gémesi György miért töltött egész napot Borsod megyében, kivettem egy nap szabadságot,
és Gáborral végigjártuk a választókerületet, egy picit más szemüvegen keresztül néztük meg, készülünk arra, hogy illetve készül arra ő, hogy ezt a körzetet képviselje, én meg arra, hogy a parlamentben legyen a pártunk ennek a szövetségnek a keretein belül képviselőkkel. Tulajdonképpen ez a célja a mostani együttlétünknek is, és egy picit beszéljük ki ezeket a kérdéseket, és nyilván nem az első találkozás a lakossággal, önökkel a választási kampány során, hanem a továbbiakban is ez erre sor fog kerülni, ebben a megyében, meg még egyébként többször. Tehát kiváló jelöltünk van, Gábor versenyképes, felkészült a feladatra, alázattal végzi a szolgálatot, és egy nagyon lényeges dolog, mint hogy minden jelöltünknek jellemző tulajdonsága, van mögötte teljesítmény. Ez nagyon lényeges. Nem csak az, hogy megválasztották, nem egyszer, nem kétszer, többször, és ott van abban a közegben, hanem ott annak a kicsi településnek a polgármestereként azzal a közösséggel olyan eredményeket ért el, nem könnyű helyzetben, hogy országos kitekintése is van a dolognak, a BioSzent András név nem véletlenül, a termékek nem véletlenül került a BioSzent András név meghatározásra, és a termékek, amiket ott abban a pici borsodi faluban készítenek, azok ott vannak Magyarország éttermeiben, hiszen olyan bio termékeket készítenek, amit alapanyagként használnak. Ez eredmény, ez teljesítmény. És azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen feladatra készül, akkor nem a politikai párt hátszerével kell bekerüljön, hanem ezekkel a teljesítményekkel. Mert az a bizalmat és ez a hitelség. Ez a mi koncepciónk, és ezt hívják lokalitásnak, annak a lokalitásnak, amit mi szeretnénk a magyar politikai életet megváltoztatni képviselő jelöltjeinkkel és későbbiek során képviselőinkkel keresztül. Ebben az együttműködésben, amiket az Új Kezdet és az LMP kötött, mint ahogy említettem, ezt vinnénk bele, és mi voltunk az első, akik egyébként a politikai palettán megtaláltuk egymást, hiszen olyan pártról van szó az LMP keretein belül, akik nem voltak korábban kormányzati pozícióban, nem maszatolódtak össze, nincsenek olyan radikális nézeteik, mint egyes pártoknak, ami nálunk kizárja azt, hogy egyáltalán ilyen közösségnek a tagjai együttműködés keresztül lehessünk. És a technikáját úgy találtuk meg az együttműködésnek, hogy mi visszaléptünk egy métert, vagy kettő métert, és azt mondtuk, hogy legyen az LMP a jelölő szervezet, hiszen neki van apparátusa, neki van ehhez az előző évekből gyakorlata, és elfogadjuk azt, hogy mi LMP jelöltek vagyunk a szószoros értelmében, amit látják, itt van az Új Kezdetnek a tacepaója, és mi Új Kezdet tagjaiként dolgozunk együtt, és el kell mondjam, kiválóan dolgozunk együtt, a mai nap is erre adott bizonyságot, jó barátságok kötődnek, jó kapcsolatok kötődnek, és sorolhatnám tovább. Harmadik gondolat, amit szeretnék mondani, ami egyre inkább kiütje a biztosítékot, tele van a sajtó egy csomó disznósággal, amit a kormányzat nem nyakába lehet varni, hanem kell, a kormányzat elé kell tartani tükörként. De ebből hármat emelnék az elmúlt időszakban, ami számomra egészen elképesztő, hogy itt vagyunk. És ezt azért mondom majd elnöknek, mert itt vagyunk, és mégsem szakad át egy bizonyos jellegű gát. Az egyik ezek közül az Eliott botrány. Az, hogy a miniszteren közvetlen családtagja nyakig benne van és tocsuk a korrupcióban. Az, hogy az Európai Csalássági Hivatal ezt egyértelműen bemutatja. Ilyenkor nemhogy lemondani kell, ilyenkor már menekülni kell onnan a pozícióból. A holland külügyminiszter. Rajta kapták egy hazugságot. Azt mondta, hogy ott volt valahol, nem volt ott, Putyinnal való találkozó kapcsán. Lemondott. Itt pedig közvetlen családtagról van szó. A világon ilyen nincsen. Mondok önöknek egy példát. Dániában annak idején, 30 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, én már viszonylag régóta vagyok polgármester, egy testvér településünkön mesélték azt, hogy egy önkormányzati képviselő, amikor fejlesztették az utcáját, tehát építették az utcát, felújították, betonozták, aszfaltozták, akkor a bejáratát pár négyzetméterrel kijavította és megtoldotta. Ennek a képviselőnek a cselekedete, ez kiderült egy napon belül, és második nap már nem volt ott a képviselő testületben. Én így gondolom az önök képviseletét, és az a múlt, ami a mi jelöltjeink mögött van, jó magam mögött van, ezt nem csak egy prioritásnak tekinti, alapnak tekinti. Lehet az embernek sok hibája, hozhat rossz szakmai döntéseket, lehetnek rossz napjai,
de nem lehet az adófizetők pénzével szórakozni. Ezért mindenütt börtön, lakat és büntetés jár. És akkor Gyurcsány Ferenc azzal kezdte az évvégi értékelőjét, nem tudom ki nézte, megnéztem most mindegyiket egyébként, mazoista vagyok, mert ezzel foglalkozom, amikor azt mondta, hogy igen, a bűn a büntetéssel jár. Egyetértek. De nézzen körül maga körül is. És ezért mondtam ezt most ebben a pillanatban, mert az LMP-nél, az Új Kezdetnél nincsenek ilyen jellegű dolgok, nincsenek ilyen törekvések, megvannak ezek a tiszta erkölcsi alapok, amikre építenünk, még akkor is, ha össze akarnak minket maszatolni, még akkor is, ha megfenyegetnek bennünket, akkor is, hogyha szórakoznak velünk, akkor is ezekből az alapokból, elvekből nem engedünk. Tehát az egyik dolog, ez az Eliott botrány, ami persze nyilván most még gyűrűzik, a kormányzat nem foglalkozik vele, miniszterelnök nem foglalkozik vele, és kiadták a fideszes képviselő jelölteknek, hogy mi az a négy mondat, amit válaszolni kell, lehozták a sajtóba. Tehát itt a gépek nyomják a kommunikációs csatornán keresztül ezt, és tartok tőle, hogy nem is lesz az ügyészségi vizsgálatnak igazán eredmény. A másik ilyen történet, ez a rezsicsökkentés humbukja. És itt elsősorban a gáz és az elektromos energiára értem. Kiderült a disznóság. Kiderült az, hogy kevesebbért veszi Magyarország, vagy az a cég, amit METnek hívnak, ezt az energiát, mint amennyiért eladja. A világpiaci ár alacsonyabb. Most benyomta az E.ON, hogy ő 5%-os árengedményt akar bemutatni, tehát még a haszon mellett még mindig tud 5%-ot emelni, mert ez egy magáncég, ott mindenképpen rajta van a profit. Erre az üzenete Németh Szilárd nagy tudású képviselő úrnak az, hogy ne avatkozom be a választási kampányba. Mikor minden csekken ott látjuk a kampány üzeneteket, hogy ennyivel meg ennyivel kevesebb. De mennyivel lehetett volna még kevesebb? Akkor, ha valakik ezt nem közvetítik felénk, és nem teszik rá a saját maguk hasznát és sápját. Hihetetlen. És akkor az az üzenet, hogy ne avatkozzon bele. A harmadik szintén, ami szintén kiüti a biztosítékot, hogy miközben 39 milliárd megy el óriás plakátokra, a Soros elleni gyűlöletkampányra, a közben egyébként régen kiderült már, hogy már régen teljesítettük a kvótát. Nehogy teljesített, túl teljesítettük. Nekem nincs bajom azzal, ha menekült státuszt kap valaki a megfelelő kritériumok alapján a Genfi egyezményt említették itt. Ez benne van az együttműködési rendszerünkben, alapszerződésekben van benne, ezt teljesíteni kell. Nekem azzal van bajom, amit a Gábor is mondott, hogy valaki ezzel kampányol, hogy valaki emberek nyomorúságából politikai tőkét kovácsol, hogy egyébként amire ellen hangolják az egész országot, az már réges-régen teljesítve van, és most egészen más kommunikációs felületekkel próbálnak takarózni. Ezer ilyen ügy van. Tehát a dolognak az a lényege, hogy ebből elég volt. Az, hogy ezt nem látja meg a kisebb többség, a kisebbség, de mégis ezt fogalmazhatjuk úgy, hogy a kisebbség által megszavazott többség. Mert egyébként 2,2 millió ember ebben az országban kisebbség. Ennyi nagyjából a törzsszavazó gárda, amelyik egész egyszerűen beásta magát a talajba, és nem hajlandó tudomásul venni, ismerik azt a három majmot egymás mellett, itt nem hallok, nem látok, nem tudok semmit. Nem vagyok hajlandó tudomást venni. Az csak kampány, az csak hazugság. Nem tudunk vele mit kezdeni, és nem ők a hibásak. Egész egyszerűen az a kommunikációs eszközrendszer, tárrendszer, amivel egyébként a középkádári korszak elején alkalmaztak, az egy más technikai környezetben hatott. Egész egyszerűen erről van szó. És akkor mi a teendő? Hát van még azon kívül 6 millió szavazó Magyarországon. El kell érni, el kell mondani, be kell aktivizálni őket, azt kell mondani, hogy a ti jövőtökről van szó, a te gyereked, a te unokád jövőjéről van szó, a te nyugdíjadról van szó, a te biztonságodról van szó, ennek az országnak a jövőjéről van szó, és sorolhatnám tovább. Ezek nem nagy szavak, ezek konkrétumok. Tehát van mozgástér, csak van-e annyi erőnk, van-e annyi lehetőségünk, hogy elérjünk ezekhez az emberekhez, és megpróbáljuk őket aktivizálni. Van a politikai pártoknak is felelőssége, az elképesztő tehetetlenség, ami 7,5 év alatt
ugye kiderült az ellenzéki pártok részéről, és bocsásson meg mindenki, de mégiscsak el kell mondjam, nem az új kezdet tehet azért, hogy 7,5 éven keresztül nem tudtak valami alternatívát letenni az asztalra. Mi beleszálltunk ebbe, mert úgy gondoljuk, hogy mégiscsak talán megpróbáljuk a mi koncepciók alapján abban a mozgástérben, ami rendelkezéssel. Nem a mi hibánk. Nem mi tehetünk arra, hogy 2010-ben a Fidesznek kétharmada lett. Hát azért valaki felel. Akik most egy másik együttműködési rendszeren keresztül talán az LMP-t fogják felelősíteni azért, hogy nem jön össze valami együttműködés, és ezért adott esetben nem lesz az ellenzéknek választási győzelmi esélye. Hogy van? 2010-ben kétharmadot kap a Fidesz. Kinek a kormányzásának következtében? Mi lett abból a pártból? Mi van azokkal a pártokkal? Utolsó pillanatban egyik miniszterelnök jelöltje, másik miniszterelnök jelöltje, ma is üzengetnek egymásnak. Egy katyvasz az egész. Én nem akarok velük foglalkozni, csak azt szeretném világosan mutatni és üzenni, hogy itt van egy tiszta kép, egy tiszta képlet. Lehet, hogy nem vagyunk olyan erősek, de leszünk, és még erősebbek leszünk. Ha tudunk magunk köré olyan aurát teremteni, amelyik elhiszi azt, hogy lehet más a politika egy új kezdettel. Ez a lényeg. Van miniszterelnök jelöltünk, van programunk, vannak közös jelöltjeink, a sajtó nem a mi veszekedéseinktől hangos, voltak vitáink, és vannak is vitáink, és lesznek is vitáink, de nem tartozik ez kifelé, ez egy belső történet. És van csapat, és vannak közös felületeink, vannak közös fórumaink, mi kell még? És van egy nagyon komoly szakmai háttér, aki segít nekünk abban, hogy odaérjünk többek között, mondjuk a közoktatásban, Ambrus Gyöngyi vezeti a mi tagozatunkat, vagy politikánkat, de a civil szervezetekkel a kapcsolat, tanítanék mozgalom, és a többi, és a többi. Egy gyönyörű szép programunk van, alternatív programunk, versenyképes programunk, jó szakemberekkel, ugyanígy a gazdaságban, önkormányzatokban, területfejlesztésben, otthon vagyunk. Egészségügyben szintén van az LMP-nek kiváló politikusa, és sorolhatnám tovább. Mi a legnagyobb kihívás? Nem Orbán Viktor legyőzése, az meg fog történni, előbb vagy utóbb. A legnagyobb kihívás ma Magyarországon a jövő. Mi lesz ezzel az országgal? Mi a stratégia? Mi a Fidesz stratégiája? Folytatjuk? E stratégia? Mit? A lopás? A korrupció? A hazugságokat? A mindenkivel összeveszem? Hogy nincs partnerem? Nincs szövetségesen? A manipulációkat? Nem, most a jövő az a következő generációban van. Elmennek a fiatalok. 5-600 ezer fiatal és versenyképes magyar van külföldön. Nem kapunk egy bádogost, nem kapunk egy könyvest, nem kapunk egy szakmunkást. A bolti eladók és az összes többi státuszban állandóan hirdetik az állásokat, és sorolhatnám tovább. És azok a gyerekek, akik kint születnek, azok visszajönnek. Egyötöde, egyhatoda a gyerekeknek, a magyar gyerekeknek már kint születik. Egyébként is fogy a magyar. Hiába nyomják a nagy propagandákat, hogy 20-25 ezerre kevesebb van évente Magyarországon. Annyival kevesebb a születés, mint a halálozás. Nem sikerült megállítani. Nem tudom, most én nem tudok erre azonnali receptet adni, hogy ezt hogy lehet megállítani. De ettől a kérdésnek a megoldása nélkül akármit csinálunk, nincs magyar jövő. Nélkülük nincs. Új kezdetnek van egy ifjúsági tagozata, szépen növekszik a létszámuk, nagyon-nagyon jó, egészséges gondolkodású fiatalok akarnak valamit tenni ezért az országért. Nekik kell megmondani azt, hogy mik azok a lehetőségek, feltételek, egy bérlakásprogram, a biztonsága, az állásoknak a megfelelő egzisztenciális feltételrendszerre, a fizetések. Hát nem lehet, 150 ezer bruttóval nem lehet megélni, nem lehet családot alapítani, nem lehet lakást venni. Csak a hazugsággal és a különféle más manipulációkkal. Ezeket kell helyre tenni, biztonságos jövőkezdést kell, életkezdési lehetőséget, feltételet kell adni a fiataloknak. Annak, aki tanul, aki a képességeit megfelelő szinten kamatoztatja, mert nem mindenkinek van ugyanolyan képessége, de az ő képessége szerint kihozza magából a maximumot, a feltételeket, akkor azzal a munkakörrel, azokkal a lehetőségekkel élve tudjon magának egzisztenciát teremteni és jövőben gondolkodni. Ez a legnagyobb kihívás. Mit mondok az unokáimnak? Tanuljál? Tehetségedet
szerint fogsz majd részesülni a munkából, a feltételekből? Mit mondok neki majd, ha megkérdezi, hogy nagyapa, miért kell nekem külföldre menni? Mit tettél akkor, amikor tehettél érte, hogy ne kelljen nekem külföldön dolgoznom? Mert hogy ott tudok egzisztenciát teremteni. Ezeket a kérdéseket meg fogják fogalmazni. És ezekre választ kell adni. És nem lehet nekik hazudni, mert pontosan tudják azt, hogy mikor kimond igazat. Ez a legnagyobb kihívás. Beszélhetünk sok minden másról. Azt gondolom, hogy a következő 40, nem tudom hány nap van még hátra, szóljon erről, megyünk, amennyi belefér, van még szabadságom, jövök önök felé is, megyek más felé is. Itt vannak a jelöltjeink, dolgoznak, eljutnak az emberekhez. Annyit, amennyit tudunk, meg fogunk mutatni magunkból. Annyit, amennyit engednek, meg fogunk mutatni magunkból. Reményítnek, van egy gyönyörű vers, hogy ahogy lehet. Hát ahogy lehet, hölgyeim és uraim, ahogy lehet. Nem rajtunk fog múlni. Nem múljon önökön sem. Itt és a tévé készülékek előtt, az internet előtt el kell menni. Be kell húzni az X-et. Nem feltétlen ránk, hanem vagyunk szimpatikusak. De hogyha nem felel meg a mostani, akkor tegyék oda az X-et. Menjenek el, álljanak fel a fotelből, menjen el 70% szavazni, menjen el 80% szavazni, mert akkor esély van arra. Akkor esély van arra a mostani viszonylag keszekusza ellenzéki együttműködés vagy nem együttműködés területén is arra, hogy ebben az országban a kormányváltás után egy rendszerváltoztatás történjen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérdezzenek majd. Bízom benne, hogy a mai este is ilyen szép este lesz, megyünk előre. Még talán egy apróság, nem olyan régen járt Hernád Szent Andráson nálunk a dán nagykövet asszony egy delegációval. És csak ahhoz kapcsolódva, amit elnök úr is mondott az előbb, hogy nemzeti tragédiaként fogja föl Dánia azt, hogyha a választási részvétel 80% alatt van. Magyarországon egyszer nem volt 80% közelében sem. Én azt merem hinni, hogy tényleg egyszer fel tudunk ehhez nőni, és részt veszünk ebben, és akkor egy nagyon más jövő irányába tudunk lépéseket tenni. És talán még egy kiegészítés az előzőekhez, hogy Magyarországon eljutottunk oda most, hogy megint nem divat sokszínűnek lenni. Nem divat másként gondolkodni dolgokról. Én pedig azt gondolom, hogy itt Európa közepén, Magyarországon ezekkel a páratlan adottságokkal, mert kevés olyan ország van, ami ennyi sok irányú jó adottsággal rendelkezik, mint Magyarország. És itt vagyunk, folyamatos a panaszkodás, és egyszerűen nem az, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, hanem gyakorlatilag Európa sereghajtójává válunk lassacskán ebben, ezekkel a nagyon jó adottságokkal. Ennek egyedüli oka szinte az, hogy ezt a sokszínűséget nem tudjuk becsülni. Nagyon sok esetben beleszaladt a magyar történelemben a magyarság abba, hogy tényleg az van, hogy van egy vezérgondolat, és mindenki, aki másként gondolkodik, az el van felejtve, vagy el van nyomva. Én azt gondolom, hogy nem bűn másként gondolkodni a világ dolgairól. És olyan politikára kell, és olyan közéletre megérnie a magyar társadalomnak, a magyar politikának, hogy egymásból tudjunk meríteni. Hogy ha kell, akkor le tudjunk ülni 5-en, 6-an, 8-an más gondolók erről a világról, a közös minimumokról beszélgetni. Tudjuk a sokszínűségünket a magyar társadalomért, a Magyarország előrejutásáért, a jövőért, és ebbe az útba becsatornázni. Ha valami máshonnan van megközelítve, akkor ez új gondolatokat is jelent, új megközelítésmódokat jelent, új impulzusokat jelent. Ez színesít, ez gazdagít, ez lök előre. És ellenkező tendencia pedig kiolt. El vannak nyomva olyan energiák, hogy ne csodálkozunk, hogy itt tartunk, ahol tartunk. Ezt a sokszínűséget, ennek a hagyományát meg kell teremteni, és ezen kell dolgozni. Valaki másként gondolkodik a világon, nem baj. Nem baj. Nézzük meg, mit tudunk közössé tenni. És onnantól kezdve azt gondolom, hogy előre fogunk tudni lépéseket tenni. És elfelejthetjük azt az időszakot, amit most újra élünk sajnos, hogy minden olyan intézmény, amit szentnek és sérthetetlennek tartottunk, mint alkotmánybíróság, bírósági rendszer, igazságszolgáltatás, a civil szféra, sajnos az egyházakat is ide kell sorolni. Mind próbálja az állam kiterjeszteni az ő monopóliumát, rá terjeszkedni ezekre a területekre, ahol nincsen keresni valója. Ahol egyszerűen hagyni kell őket dolgozni a saját területükön, függetlenként, hadd szolgálják a társadalmat a saját területükön, úgy, ahogy nekik dolguk van ezzel. Nagyon nem mindegy, hogy olyan államban, olyan országban, olyan társadalomban élünk, ahol
az állam tulajdonolni akar mindenkit, tulajdonolni akar minden egyes szektort, intézményt. Ezek partnerek egymásnak. Nem leuralandó, nem tulajdonolandó területe az országnak, hanem ezek partnerek. És akkor fogunk jól működni, és ide kell eljutni, ehhez kell megérni, és egy más típusú gondolkodást bevinni a közéletbe, hogy hogy tudunk partnerei lenni egymásnak. Akkor is, ha másként gondolkodunk dolgokról, akkor is, hogyha szabadságot kell, hogy adjak bizonyos szervezeteknek, önkormányzatoknak, hogy tudjanak élni azzal a szabadsággal. Nem kell mindent vezérelni a központból, annak nem lesz jó vége. Erre kell megérnünk, és azt gondolom, hogy teljesen más légkör jön be akkor Magyarországra. Most azt tapasztaljuk, hogy ilyen folytó légkör van. Folytó légkörben nem születnek nagy dolgok, és félre megy valami. Egy olyan Magyarország előtt kell kinyitni most a kaput, azt gondolom, ahol kicsit fel tudunk szabadulni, és ezek az energiák becsatornázódnak, és egy más típusú jövő felé tudunk elindulni. Most átadnám önöknek a szót, és akkor várjuk a kérdéseiket, esetleg észrevételt, javaslatot. Legyen egy kötetlen beszélgetés, ezt követően önöké a szó. Tehát akár merre megyek, én már nyugdíjas vagyok. Éltem Pesten, éltem Németországban, éltem Edelénybe, Borfalkból, Zemplénbe, tehát mert ott születtem, Sárospatak mellett. De azt tapasztalom, hogy elmegyek és beszélgetek idősekkel. Te unokád hol van? A te gyereked hol van? Mindenki azt mondja, hogy Írországban, Angliában, sorolhatnám Hollandiában, Németországban. Tehát minden nincs fiatal, mert a fiataloknak nincs jövője. És én ezt tapasztalom, mert 25 év után hazajöttem Pestről, már 9 éve, hogy nyugdíjas vagyok, és nincs jövő, nincs perspektíva, minden megszűnik. Tehát nincs olyan hely, hogy ha innen elmennek a gyerekek tanulni, akár Budapestre, akárhová, ugye mindenki a képességeinek megfelelően hazajönne, és nincs munkájuk. Tehát olyan, amit az ő szakmájukba, amit az ő képességeiknek megfelelően tudnának dolgozni. És azt nézzük, hogy öregszik a társadalom. Tehát itt ez a térségben is teljesen idősödik a társadalom. Tehát, hogy mit lehetne kezdeni ezekkel a fiatalokkal? Mert mi már azért megértük a kenyerünk javát. De ezek a fiataloknak milyen jövőjük lesz? Nagyon fontos egyébként, tényleg kistelepülési vezetőként látva azt, hogy anélkül, hogy nem ruházunk be nagyon komolyan a vidéki infrastruktúrába, ahogy lehet mondani. Úthálózatunk, legalábbis felénk, gondolom itt is a kistelepüléseknél ugyanez a helyzet, ahogy látom. 20-25 éve nem volt egy átfogó útfelújítás, és ez csak az út, amin éppen járunk. Tehát hogy lehet vonzó egy közeg, hogyha egyszer már el se jut oda az ember, vagy éppen balesetveszélyes, ahogy megy, vállalkozás már nem fog oda települni, tehát így a lehetőségek folyamatosan csökkennek. Nekem komoly veszőparipám, hogy a vidékfejlesztés Magyarországon azzal kell, hogy kezdődjön, és ez az alfája és az omegája, hogy az alapokat megteremtjük humánumban, az embereknél, és itt a fiataloknak egy nagyon komoly hívószó, magamat is még azért ehhez a korosztályhoz sorolom, magam 38 évével, hogy ha nem teremtjük meg a legkisebb településeken is annak a lehetőségét, hogy ott néhány fiatal család jövőt tudjon tervezni, hogy akár mint közösségszervező funkció, nevezzük bármivel, le kell ülni a szakmával és ki kell találni ennek a nevét, de otthonteremtési kedvezménnyel, kedvező adókörnyezettel, versenyképes fizetéssel, nem teremtünk meg néhány olyan központi garanciákkal lévő státuszt a legkisebb közösségeknél is, akkor egyrészt a közösségeink szétesnek, másrészt én nagyon sok olyan fiatalra találkozom, aki nagyon szívesen egyébként lemenne vidéken, falvakban újra kezdeni és életet kezdeni, akár hosszú távon is, ha látna előre, hogy 1-2-3-4-5 évig neki biztos a lakhatása, az egzisztenciája. És szívesen beletenni azt a friss energiáját, amikor kijön a szakmát szerezve, vagy egyetemi padsorokból, és gyakorlatilag kipróbálná magát, akkor van talán a leginkább tele energiával az ember, amikor úgy kijön az iskolapadból, és úgy tenne, alkotna. És most mit csinál a közeg? Azt csinálja, hogy pont amikor legjobban tudna szárnyalni, akkor vágja vissza. Mert vagy szalag mellett van hely, vagy közmunkásként van hely, vagy külföldön van hely. És ha ezt az erőforrást nem teremti meg a jövőben a magyar állam, hogy pont ez legyen becsatornázva akár a vidékben, az most hát ez egy jó értelembe vett lórúgás a vidéknek.
óriási lökést képes adni. Jó annak a fiatal családnak, vagy fiatal embernek, fiatal hölgynek, aki ebbe beleáll, és jó annak a helyi közösségnek, ahonnan már mindenki eltűnt. Régen azt mondták, hogy ha pap és tanító az egy két bázis, ha úgy tetszik, egy kis közösségen belül. Most már sajnos egyik sem nagyon van. Egyre több olyan kis település van, ahol már nagyon régóta nincs tanító sem, és lassan már pap sem. Tehát kell az a bázis, ahonnan újra tud születni valami. És ez egy nagyon komoly válasza, és lassan polgármester. Nagyon sok a rossz példa egyébként a polgármesterséget tekintve, mert tényleg azt szokták mondani, hogy kistelepülési polgármesterség lehet, hogy jobban nincs is, mert hogy sok a rossz példa. Csak itt ilyenkor azt szoktam elmondani egy kicsit a magunk védelmében is, hogy itt nem a rendszerrel van a baj, tehát nem a kistelepülési polgármesterséggel és önkormányzatisággal, hanem alapvetően azzal a konkrét személlyel. Mert maga az intézmény az, hogy a végeken és a legutolsó kis közösségben is legyen egy olyan maga, aki azért a közösségén dolgozik, ez az alfa és omegája. Utána, bocsánat, szorhatunk oda bármilyen fejlesztési forrást, ha nincs ott olyan, aki ezt jóra forgatja, aki ezt úgy használja föl, hogy szervezi a közösséget, programokat szervez, további beruházásokat, vállalkozásbarát környezetet alakít ki, tehát tényleg kedvező környezetet teremt annak, hogy legyen jövője a kis közösségnek, akkor meghalt az a közösség. És ez azért válasz arra a kérdésre, vagy felvetésre, amit ön mondott, mert alapvetően, hogyha fiatalok ebbe is bele tudnák látni magukat, ezzel egyszerre járnak jól ők, és egyszerre jár jól az a sok kis település, az a kis közösség, aki most pont azzal küzd, hogy már senki ilyen nincs. Kihaló félben van, nincsenek tartó osztopai, és én azt tapasztalom, ha egy-két olyan ember van egy ilyen kicsit, néhány száz fős közösségben, csodák tudnak születni. Saját példánk is ez bizonyítja valahol, és amerre nézek az országban, mindenhol voltak kulcsfigurák. Vagy a polgármester volt az, vagy egy közösségszervező volt ez, vagy egy egyházi személy volt ez, volt az. De valahol mindig megtalálható, ahol jó folyamatokat látunk, hogy valakik voltak emögött. Az az 1-2-3 kulcsfigura. Nem 10-20-30, kistelepülésen az 1-2-3. És aztán utána hozzájuk már tapadtak segítők, munkatársak, és elkezdett valami szerveződni. És azt gondolom, hogy egyszerre válasz erre a kérdésre, és hogy ez a vidékfejlesztésnek az alapja. Minden más ezután jó. Be kell ruházni humán erőforrásba, ahogy tetszik, vidéken, és nagyon komoly infrastruktúrába és nagyon komoly pénzügyi forrásokat is oda kell összpontosítani, ha akarjuk. És itt van az, hogy Magyarországon sok minden azt mondja, hogy ó, nem lehet. És mi azt mondjuk, hogy nem a bölcsek köve van nálunk feltétlen. Egy dolgot tudunk viszont mondani, hogy az irányokat nagyon stabilan kijelöltük. Mi a fontos, mi kevésbé, mi pedig egyáltalán nem. Nem a stadionszerű presztízs beruházások a fontosak, ez van a dolog alján. És ott van a vidék, mint olyan, ami viszont ott van a prioritási sor tetején. Az egészségügy, az, hogy gyakorlatilag az egészségügyi dolgozók, beleértve az orvosokat, ápolókat, az összes kisegítő személyzetet, hogy ezek ne legyenek versenyképesek, ez az alfa omegája megint, hogy legyen minőségi az ellátórendszer. Nem elég büszkélkedni azzal, hogy hány uniós milliárd ment bele kórházfejlesztésekbe, és hosszú a lista, műszerek. Belülről kong az ürességtől, és egy emberre jut 70-80-100 beteg, nem bírják. Időkérdés, hogy hibáznak, tragédia történik, és ebből most számtalan van Magyarországon. Ebbe beruházni kell. És elsődlegesen itt jön a kulcs, hogy számunkra az a fontos, hogy ez emberbe legyen újra beruházva. A humánumba legyen beruházva. Az ember a sornak a végére került az elmúlt évtizedekben, én azt érzem. Az ember a lehető legkevésbé fontos. Ilyenkor fontos, bocsánat, 4 évenként. De egyébként nem. Egyébként tényleg azt tapasztaljuk, hogy ilyen eszközök vagyunk, és darab. Ebbe kell beruházni. És ha a hétköznapokban ezt érzi az ember, hogy igen, fontos, és fontos az, hogy pont Szél Bernadett miniszterelnök jelölt azt, hogy mondta a hétvégi országértékelőjénél, kicsit párhuzamot vonva a kerítés ügyjel, hogy lassan ott tart a magyar állam, hogy nyugati irányba is húz kerítést, hogy a fiataljai ne menjenek ki, és ne tudjanak kimenni. Mert egyre vészjóstóbb a tendencia. Csak nem erővel kell sajnos megakadályozni, mert ők oda mennek, ahol egyáltalán még jövőt tudnak tervezni. Minden adott ahhoz, hogy Magyarországon is jövőt lehessen tervezni, mint adottság. Nekünk kell azért nagyon sokat tenni, hogy a közeg is adott legyen ahhoz, és a vezetés is ezt segítse elő, mert még egyszer mondom, ami körülvesz bennünket, páratlan adottság. Csak rosszul élünk vele. Sokkal jobban kell ezzel sáfárkodni, és még egyszer olyan vezetőkre van szükség, aki ebben meglátja a lehetőséget. És tényleg az ember a fontos. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Házigazda, nem én. Kolléga, számbattal lezárásnak a szava. Egyébként tényleg köszönöm, hogy az esti órákban, és most már úgy látom, hogy hóesésben eljöttek. Nagyon sokszor fogunk még úgy találkozni, nagyon bízom benne, hogy noha beszűkült az a tér, ahol akár médián keresztül el tudjuk jutatni mi az üzeneteinket, olyan szóróanyagok fognak születni, amit én is fogok önöknek eljutatni, amiben nem ez a szokásos
panel felsorolás, amit az elején mondtam, hogy akkor ezt, hanem nagyjából szeretnék így bemutatkozni önöknek is, azoknak, akik nem tudtak eljönni, tényleg ismerőseiknek, barátaiknak is, minden postaládában ez ott lesz, hogy tényleg mi az, ami mögöttünk van, és mik azok az irányok, amit mi szeretnénk képviselni. Azt tudom javasolni önöknek, hogy beszélgessenek otthon is a hozzátartozókkal, ismerősökkel, barátokkal, ne feltétlenül a meggyőzés szándékával. Inkább az, hogy sokat tudnak, győzzék meg, hogy sokat tudnak tenni annak érdekében, ha ez nem tetszik az az irány, ami felé most tartunk, hogy van alternatíva és lehet alternatíva, de ez mindannyian kellünk. És én számítok önökre ebben a fajta munkában, és beszélgessünk egymással minél többet, és legyünk ott minél többen április 8-án. Köszönöm, hogy itt voltak, és jó éjszakát kívánok. Köszönöm.